Sziasztok, Dogi vagyok, itt van velem Bence. Hello, hello, sziasztok! És itt is lennénk a Pixáknak a következő részével. Ugye volt egy livestream a két rész között, ezt a leírásban meg fogjátok találni, hogyha esetleg szeretnétek megnézni, hogy hogyan építettük meg a bázist, ami... Ilyen lett? Hey, óriási wow. bázis. Igen, több mint három órán keresztül építettük ezt a bázist, illetve ugye itt terraformáltunk, szóval elég sok földet elvittünk, arra pakoltunk, kicsit azért most már így élhetőbb ez a környék. Andi befogott egy rabszolgamunkára, ki kellett szeretni több mint ezer követ nekem. de aztán Andi is és ő is szeret ki egy 1000 úgyhogy nagyon sok kő van ebben. Igen, legalább 2000 kő kellett ahhoz, hogy ezt a házat meg tudjuk építeni, de azt hiszem, hogy most egy darabig nem kell vele foglalkoznunk, viszont van egy jó hírem, majd ha esetleg megint szeretnél dekorálni, kijött a héten egy update, amiben behozták azt, hogy van tető. Úgyhogy van oh, egy rendes hát, kopogtatni kellett volna. Ó, bocsánat. Um, kellene ilyen kis alatt. csengő, hogy menjünk, akkor így. Hát, hogy dekokraftot beteszünk ebbe is. <laughs> lesz itt is mindenféle dekor item. A ládákat ide a sarokba raktam, mert ö, hamarosan meg tudjuk tanulni a large storage boxot. És szerintem majd azt, azt lesz majd érdemesebb már szépen elhelyezgetni, meg helyet találni neki. Új dolgokat direkt nem tanultam meg, nem is craftoltunk, hogy hogy azok, akik ugye nem látták a streamet, nem maradjanak le túl sok mindenről. Ú, igen, ez itt annyira szép, hogy az ember kinyitja előtte a tenger, ott a fák, csak néz ki! Igen, Nagyon-nagyon keri... ah. király lett. Arra gondoltam amúgy, hogy itt ezen a részen lehetne majd ültetni különböző növényeket. Ah. Itt ezen a felső teraszon, és itt az alsó teraszra meg az állatokat le lehetne hozni. Marha szép! Palomi jól néz ki, ezt alig hogy építsük. Ja, ja. és láttam egyébként egy tök jó tippet arra, hogy majd hogyan vezessük el a vízcsöveket, hogy ne kelljen azokat is nézegetni. Ami amúgy az ágban mindig nagy probléma, de itt, itt szerencsére a pixelákban, mivel egy sandbox játék ez nem lesz akkor a nagy gond. Arra gondoltam, hogy szelidíthetnénk új állatot, mit szólsz hozzá. Aha, a tetőt még nem mutatjuk meg, vagy a fenti emeletet? Jaj, tényleg van egy emelet is. És hát ilyen lett az emelet, ide leraktuk az ágyakat, ilyen kis hálószobaszerű, majd ezt is szerintem lehetne kicsit dekorálni van ilyen könyves polc, meg minden ilyesmi. És is van itt egy ilyen kis terasz, ahol le lehet parkolni a terákkal. Ez itt meg a gyúz lesz létre, nem lehet felmenni rajta, csak visszaesni. <laughs> hát figyelj, hogy nagyon unatkozol, akkor megpróbálhatsz ott fölmenni. Miért nem tudunk feljutni a tetőre? Szerintem rosszul raktam le amúgy azt a csapóajtót, de amúgy tök király lenne. Minden esetre, hogyha véletlen a tetőre szállunk le a terákkal, akkor itt le tudunk jönni a bázishoz. Úgyhogy kb. Yes. Arra jó. Sikerült van becsukta. felmenned? Becsuktam magamra, és úgy lehetek felmenni, hogyha ezt így becsukom saját magamra. Úgy lehet, hogy nekem ez az ágból maradt meg, hogy így raktam le, mert szerintem ott is így működik. Oh, lol. Jó, akkor tudtam, hogy működik ez, csak... Csak trükkös, trükkös. Hú, tényleg, várjál még annyit mutassuk meg, amiben a streamben rájöttünk, a kerítéseken való vág, ezt ott írták meg nekünk. hogy felálltok az egyik ilyenre, akkor lelök magáról, de ez itt még annyira nem is durva, menjünk oda kint hogy jobban meg tudom mutatni. Jó. Hátra lehet csak az összes kerítésen, a fenti jobban megy, azért ezen is látszik. Hát ha, ha nem lenne Jacksonnak minden szám a copyright és akkor ide most be is vágna, de mindenki képzel ide a kedvenc Jackson számát, amíg Bence nyomja. Jó, szóval két új állatot tudnánk megszelidíteni. Az Na. egyik a trike lenne, a Triceratops, a másik pedig a raptor. Melyik? Melyik hát, szimpatikusabb? Egy, egy raptort azért én szélítenék. Akkor nézzük meg először a raptort. Aha. Van nálad a tosnyil? Van egy 15 darab, az, az elég lesz? Hát nem vagyok benne biztos, úgyhogy én is készítenék még. És akkor szerintem Jó. utána mehetünk. Jó, egy 64-et kiszedek, abban már csak tudok gazdálkodni, és akkor készítek még nyilat. Illetve... Narkóberi kellene még, mert csak három darab van nálam. Nálad mennyi van most? Csak hét darab. Droppalom, Aha. de szedek még jó addig, ameddig te craftolsz. Jó. Szerintem amúgy a parával egyszerűbb lesz szedned. Igen, igen. Úgy is terveztem. Jó, nekem most van 19 altatósom így. A Triceratops meg egyébként hogy még jobban szedi a bogyókat, úgyhogy majd egy olyat is érdemes lenne témelni. Meg arra gondoltam, hogy lehet, hogy majd így videón kívül azért pár lehetne szerezni mindegyiknek, tehát hogy a tekinek is egy párt, meg ilyesmi, mert most többször megnézni ugyanannak az állatnak a témelését nem biztos, hogy izgalmas. Viszont Igen. mi jobban haladnánk a sorozattal. Aztán, hogyha van raptorunk, akkor meg lehetne nézni a többi ilyen is, amik ott vannak a túloldalom, mert szerintem még mindig tudnánk jó cuccokat szerezni onnan. És azért egy raptorral már a kolyotokat könnyen tudjuk aprítani. Meg... tudod, mire gondoltam még? hogy szerintem most már meg tudnánk tanulni a copper cuccokat, és azok sokkal jobban védenének, mint a bőrfelszerelés. Na. Mert ugye direkt a streamben nem tanultam semmit, csak szinteket léptem. És akkor most kell az engram pontjaimat elhasználni. Van hajó is, hogyha esetleg majd megint lesz olyan pörgőforgó izi a vízen. Akkor meg azt is nézni. Nem lehet, hogy ezzel nem is lehet kiszedni magát a narkoberit? mert akkor bekerülne az inventoriába és bekábulna tőle? Nem, nem lehet vele szedni, az biztos nem eszi meg. A raptor Aha. szedőt tudom meg a triceratopsot is, meg ezt is, mert ilyet is szeretnék majd. És, ja, van copper sword, meg uh, leggings, breastplate, boots, gloves és helmet is. Ó, van ilyen, hogy copper bone gloves. Ez valószínűleg a coppernek majd a továbbfejlesztett verziója. Egyenre megtanultam a copper cuccokat, de úgy néz ki, hogy ennél már majd tudunk jobbat is csinálni, csak ahhoz szerintem kell még ö, csontokat szereznünk. Ó, oh, és ez honnan? Hát, ha jól tudom, akkor a technősök például dobják, szóval, ha lesz raptorunk, akkor majd el lehet kezdeni farmolni. Gyere csak, akkor most fogok kraftolgatni mindenfélét, hogyha akarsz hát, benne itt részesülni. Vagy. Itt vagyok a bőrbencsnél. Eméletileg elkezdtem, és hogyha belenézel, akkor már ki is tudod venni belőle a cuccokat. De valami elfogyott, ha. elfogyott a bőr. Akkor viszont megyek is ölök. Jó, egy teljes felszerelést tudtam csinálni. Szóval ezeket a cuccokat szerintem most már eldobálom, mert tök fölösleges lesz. Úgyse fogjuk szerintem már használni. Kár, hogy nem lehet úgy visszaalakítani, és akkor lenne egy csomó bőrünk most így egybe. Állatokat is közben levelápolod? azt nem tudom, hogyan kell. Hogyha megnyomod az F betűt, miközben rajta ülsz, akkor ott ki fogja dobni. Uh -huh. És akkor ön nála is tudod fejleszteni a különböző statisztikákat. Érdemes egyébként, főleg teránál például súlyra vagy staminára rakni. De mindig lesz áll a tetőről, amikor a telámat le akarom helyezni. Milyen rebellis. Hát az. Majd ezeket a supply kréteket is megnézhetnénk, és itt egy búvár triceratops. <laughs> <laughs> Ki jött így a tengerbe, mint ami. Éppen most próbál tovább fejlődni. Ó, nézd, pont most jön le majd egy ilyen pörgő forgó izé ide mellénk. Hogy? Ereszkedik le fele, vagy mi? Aha, igen. Egy raftot lehet érdemes lenne majd csinálni, mert nem tudunk ugye leszállni a terával a víz tetejére. Hirtelen egyébként most annyi mindent akarok csinálni, hogy nem tudom, hogy lesz így raptor de... De ígérem, az is tervben van. Hol van? Aha, jó, itt van. Te amúgy már kiveted a workbenchből a cuccokat. Ú, ezek azért meg király néznek ki. Hát meg kicsit többet is védenek, és akkor nekem... Jaj, nem sisak kell, ne, nekrab... ah, jó, van egy plusz sisakunk. <laughs> majd biztos jó lesz valamire. És így mennyi armor? 11 armor pontom van. Az már egész jó. És akkor még craftolok altatósat, és raftot mibe kerül készíteni? Mibe kerül megtanulni? Azt a minden itt, ennyi minden kell hozzá. Ehhez még kellene 15 darab bőr és 50 darab fa. Kezdenek egyre nagyobbak lenni itt a mennyiségek, amikre szükség van. Ez mi, amit csinált? Ez a food display. Aha. Hát ez tök másképp nézett ki. Hát az oh. ilyen, mint a kiárusításoknál, vagy nem tudom, bódéban. Tessék, csak tessék. Lehet venni gyümölcsöt, hogyha megkívánsz. De ez tök hülyeség. Miért? Ez nem tetszik, ez a fruit display. <laughs> Mindjárt megbántod a fruit display a Na jó, akkor viszont szedek még bört és akkor azt a raftot csináljuk meg, és nézzük meg, hogy mit kapunk abba a supply crate-be. Egyáltalán ki tudjuk-e nyitni, mert ugye az árkba szinthez van kötve, hogy melyik színűt hányos szinttől lehet kinyitni. Szóval lehet, hogy most tök fölöslegesen csinál meg a raftot, de igazából bármikor tudunk majd hajózni, ami azért jó lesz. Tényleg egyszerűen nagyon sok mindent szeretnénk csinálni. Igen, mert ugye most a stream miatt léptünk előre egy csomó szintet. És, és egy csomó mindent feloldottunk. Ide jössz, megnézed, akkor elmegyünk hajókázni egy picit? Hát mehetünk hajókázni, bármikor arra mindig is vevő voltam. Na. <laughs> Meg mindig is vevő leszek. Csak én is ledobom még itt a szaimat. Hogy okay. egy teljes hajót tárolni az inventorimba? Jövök. Úgyis megszomjaztam. Ó, ez jó nagy, ezt mind az inventory-be tároltam? Igen, igen, a zsebembe csak így kikaptam és akkor... Szóval megy. Szerintem rá tudunk szállni, nem? Elbetűvel. Meg a piránya. Nem? Meg a piránya. Aha. Jön. Ajjaj, az a baj, csak altatóson van most betöltve. Hát ez szurkálom, szurkálom. Ja, tényleg abból is már van kopper. Majd azt is jó lenne akkor megcsinálni. És ez csak ennyit adott? Ez semmi szinte. El tudom nevezni a hajómat, remek. Gyere beljebb, próbálj erre izére kattintani. Hogy legyen el. az a neve, hogy gyere beljebb. Jó. <laughs> Jön egy óriás piránya is. Nem tudok rá, f de oké, most sikerült rá felszállni. Na. Hogy lehet ezt irányítani? Ide jövünk ehhez a cuccot, ott az. Aha, és akkor valahogy... Ó, el is indultunk. Jó irányba Csutazok megyek, rajta. mert semmit nem látok az eszlót, vagy az árbóctól. Húzzam be. Ú, uh, mekkora nagy ez a szörnyet, ez a vizit, nem tudom még. De leessünk róla, mert végünk lesz. Na. Ott is. Main angler. Vagy male angler, <laughs> bocs. Main? -angler. <laughs> Jó, be voltak, jó, tudszok. Viszont szerintem akkor nézzünk meg egy raptort. Jó, leijázzuk, aztán. Be kell kábítania, és hússal megetetjük. Azt nem tudom, hogy terával menjünk oda, vagy sem. Azzal el tudunk menekülni, bármi baj van. Hogyha mm. esetleg mégsem vagyunk elég erősek. Mm, itt egy raptor. De jó. Most. 56-os szintű. Hát, ha azt be tudjuk témálni. Akkor nagyon szerencsések vagyunk. Hát van elég húsunk is, meg van elég uh, aldatónk is, nem? Hát vagy ásunk neki egy gödröt, és belevezetjük, az az egyszerűbb. Vagy megcsináljuk úgy, ahogy amúgy kellene. Próbáljuk meg úgy, ahogy kellene először. Igen. Mint hogyha jó árkosok látnénk. <laughs> és uh, aztán pedig megpróbáljuk én gödör módszerrel. Ha meghalunk, jó, oké. Okay. Akkor uh, ott van, nem tudom, látod, de most szalad be éppen a mocsár felé van a húsevő virágnál. Ha megvan, ott valamivel harcol. Ha, valamivel harcolt. De megölte. Hú, de gyors, ez ilyen gyors, ez ilyen veszélyes. Igen. Várj, ez egy 21-es, akkor kettő van. Akkor vigyázz, mert kettő van. Aha, ott harcol. Először szerintem inkább az kellene, csak nehogy hátba támadjon közben ez a másik. Igen. Jó, ö... Ugye rá. Mert... Aha, rám jött. Te is próbáld meg lőni. Lövöm, lövöm. Jó, most már menekülni. Ő. Most kellene belelőni és elmetegni, akkor már ki is fekszik. Akkor elkezd menekülni. Hihetetlen ez milyen gyors. Félelmetesen gyors. Oda hátra elszaladt. Csak ott van és még egy. Van még. És itt van mindenféle más is egyébként. Igen. Közben ott van egy láda is. Igen, azt, azt nézem én is. Valószínűleg a teknőst megölte és abból esett. Aha. Csont van benne, meg valami fog. A csonttal lehet majd tovább fejleszteni a copper cuccokat, úgyhogy az tök jó lesz. Um, meg kéne keresni ezt, ami elfutott, nem? Igen, az egészen oda hátra ment a vízparthoz. Csak attól félek, mondom, hogy hátba fog minket támadni közben a többi. Itt oh, jön, jön. Aha, igen. Ah, jaj, meg fog halni. Meg fog halni. Meghaltam. Ne. Ne. Igen. Hát én itt lövöldözöm, de most ez is elmenekült. Próbálj meg utána szaladni. Jövök. Meghalt a Firefly-om. <laughs> Ebben a hősies harcban meghalt a Firefly-om. Ennem kellett volna. Megyek vissza a cuccokja. -e. Szerintem maradjunk a New City emelésnél, az... <gül> <gül> Azt hiszem elaludt. Elaludt? Kidőlt? Aha, egy 20 szintű, ez csak... Hát, ő, az is jó. Jövök akkor vissza, és akkor lehet, hogy érdemes lenne még egyet kilőni. Az az 56-os olyan hova tűnt? Az a vízbe van benne, és annak se kell mások. De most úgy lövöldözött, hogy bent van a vízbe? Nem, nem, még nem lövöldözöm, csak látom, hogy befutott a vízbe. Ja, szóval az a baj, hogy ha ezt úgy ütjük ki, hogy a vízbe van, akkor megfullad. És oxigén, igen, csökken az oxigén szintje, úgyhogy ez meg fog fulladni. Ja, akkor meg kell ölni. Mondjuk, ja, a cuccokért jó lenne szétszedni. Van még uh, husid, nyers husid? Van, hát. Itt most kilőttem egy köpködőst. Én meg akkor addig szétütöm ezt a raptort, ami a vízbe van. Vissza tudsz ide jönni okay. a parthoz? Jövök, persze. Jó, és akkor lehet azt is fűdelni. Jó, szétcsaptunk azért itt a raptorok között. Ú, ez a szerencsétlen. Nem is tudom ütni itt a víz alatt. De most már nekem csak egy altatom van. Adok mindjárt. Milyen fura hangja van De nem tudom ezt így rendesen, akkor megpróbálom simán szétlőni Majd azt kell megnézni, hogy crossbow-t hányas szinttel lehet készíteni Jó, hogy ezt meg nem tudom kihúzni a víz alatt Jó, hát akkor nem tudom megölni azt a raptort Meg kell várni, amíg megfullad Hát nem baj Majd majd akkor összeszedjük a lootjait Ó, itt van még egy raptor pont ahol témelek Megyek. Egy kettes szintű, és meg is észre is vett, Andi. Futok feléd. Megyek. Jön? Nem látom, hogy jönne. Aha, igen, beszorult itt a hegy, domnak a túloldalán van. Uh -huh. És ott van mögötte még egy raptor, úgyhogy elég sok raptor van itt, Andi. Nem baj, nem baj. Mindig jó jön az utánpótlás, én azt mondom. Aha, itt van. Téged követ. Igen. Úgyhogy... Na mi van, már menekülsz is. Ez kislány, úgyhogy tök jó lenne, ha be tudnánk témálni. Én belelőttem. Ki is Hol van? Ö, nem látom. Jaj, közben egy ilyen is jött. Ö, elég gyorsan elszaladnak ezek. Igen, az a baj, de... Gyáva népség. De tényleg ez most hova szaladt? Aztán meg nem majd jó. visszajön és hátba támad. Szóval ez az igazán szemét népség. Szemét is gyáva. <laughs> Igen. Valahogy kellene húsit szereznünk viszont. Én gyűjtögettem egy adagot, de a terákkal ott van egy pár kisebb pacsi, meg ilyesmi, azokat meg lehetne ölni. Aha. Ez van szóval mindjárt időn. Ott van még egy Uho. raptor. Jaj, Jö, jön! Jön, jön! Jó, jó. Ez már menekül is. Ez És az. nem találtam el. Ó, oh, szép volt. Eltelheted? Én úgy láttam, hogy igen. Azt már meglőttem. De miért megy be mindegyik a vízbe? Hülye raptor. Tudják, hogy ott nem tudunk utána menni. <laughs> hát tudunk menni, és nekik is rosszabb, hogyha ott lőjük ki őket, azért nem értem. Hogy az életem valami... É... szomjas vagyok, vagy éhes vagyok, vagy mi bajom van? Szomjas vagyok, és tüz... tüzes ott mellettem valami. Meleged Sitten van. Melegem van. Aha. Ah, megvan a raptorom. Be is témelted? Hogy futott feléd? Igen, vigyázz, hát, meg a másik. másik. Na hát most már ezt mondjuk fölösleges témálni. Vigyázz már, ugye a level 2 is meg tudja a nagyobb hát, szintét. Igen, meg is öli. Ja, nem, az én, én meg. Szép volt. Szerencsé Szép volt, kedves Dino. Igen, úgy itt a mocsárba hamarabb lemegy a szomjúságod, úgyhogy arra érdemes odafigyelni. És meg lehet közben a Dilophosaurus is. Erre olyan lehet nyerget csinálni? Nem hiszem. De, De király. Ez én megnézem. jó ja, erre nem lehet. Egy magamhoz fütyülöm. És én is elkezdtem szomjazni. Ja, egy kicsit vissza kéne mennünk most táplálni magunkat, meg húsit szerezni még, meg nyerget készíteni, még ilyesmi. Jó, volt itt ugye egy Dilophosaurus, amit kilőttem, azért azt hazahoznám. Jó, jó. Ú, ez hamarosan fel is ébred. Ajaj. Remélem be fog egyből témelődni így, hogy kiéheztettem. Oké, megvan. És pont egy fiú és egy kislány. Szuper. Jó, el is hozom őket innen, mert pont ott van egy raptor is. Az lettene vagy rapid? Igen. Ő az én kis rapidom. Hát gyorsnak, biztos gyors. Hát ahogy futottak ezek, nem, nem vettem kap ilyen Jó, ezeket még elvezetem ide hátra. Legyenek biztonságban. mert elmeltek, meg tudnánk magukat védeni, de annyira azért nem bízom ebben a népességben. <laughs> Nagyon lassúak. Komolyan mondom, hát nagymamám gyorsabban sétál. Ó, uh, a teknős azért megöl, megöl engem terával. Neki mentem, de hát. Az igen, de hogyha a raptorhoz sem nyerget, akkor azért az meg szépen fogja szedni a tekiket, de ott is azért érdemes lesz vigyázni, mert a tekki az nagyon tankos. Igen. Igen, most ezt itt tapasztaltam. Na gyere te, e, rapidom. Nagyon-nagyon király ez a tínom. Csinálok hozzá én is megtanulom, okés? Okay Jó. Végül egy darab a raptort kezdtünk el szelidíteni? Hát egyet igen, mert a másik az belefulladt a vízbe. Milyen vidám történet. Amúgy lehet, hogy felébred még mielőtt megfulladna. Hm. Bár... Túl sok esélyt, nem látok rá. Ó, hát fel tudtuk volna őt kelteni fehér bogyóval, de... Mondjuk akkor meg egyből Ó, a ránk te támad. Egy ránk támad, ami meg nem szerencsés. Megnézem, hogy van. Mert ha meghalt, akkor hagyott ott ládát valószínűleg, és azért az csak érdemes lenne összeszedni. Hát egy kis raptor körömért. Viszont bőre nagyon szükségünk van, mert képzeld, 20 darab is kell egy nyereg elkészítéséhez. És nincsen bőrünk? Hogyan tudom őket hílelni? Force feed őket hússal. Jó, én adtam neki szerencsétlennek. Hát nem hiszem, hogy az ízlik neki. Hát itt már nem nagyon látom azt a raptort, úgyhogy vagy meghalt, vagy felébredt. Kár, hogy azért azt a hatvanas szintűt nem sikerült befogni azzal, azért elég királyak lennénk. Hát, fog még velük próbálkozni. Jó, van három, de meg akkor egy raptorunk. Szerintem egészen jól haladtunk akkor. Nagyjából, amit terveztem erre a részre, az meg is van. Majd már csak egy trájk kellene, de szerintem azt akkor hagyjuk a következőre, mit szólsz hozzá. Ja, ja, és akkor legalább minden résznek megvan a fő dinó szerítése, fő dinó témája. Hogy néz rám is közben, mintha csókolgatna. Nekem tök más látszik, hogy beledugod a dárdádat a szájába, és így. Ja. Az <laughs> egészen más veti fel a dolgokat. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, reméljük tetszett nektek, és akkor a következő részben valószínűleg egy Triceratops témelés lesz, illetve én mindenféleképpen szeretném megnézni még egyszer majd ezt a dungeon amit már ugye láthatatok részekkel ezelőtt, hogy milyen dolgokat lehet ott még találni, mert biztos, hogy lenne még azért ott olyan cucc, amit esetleg nem tudunk elkészíteni, vagy mondjuk jobb a szinten rendelkezik, mint ugye, amit alapból tudnánk craftolni. Úgyhogy hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Hello, CS Doc.